Üdvözöllek, Robert Norbert Attila és Názon. Ma nézzük meg, hogy Markdown jelöléssel hogyan lehet formázott szöveget bevinni. Ugye a formázott szöveget szeretne az ember bevinni a számítógépébe, akkor az jut először eszébe, hogy egy szövegszerkesztőbe beírja a szöveget, aztán félkövér lehet, kisbetű, nagybetű, felsorolást csinálhat. De hát ilyenkor ugye hozzá vagyunk kötve a szövegszerkesztőhöz. Viszont van egy olyan megoldás, a Markdown, amivel egyszerű jelekkel mindenféle felületeken bevihetünk formázott szöveget, ami támogat Markdown-t. Na most, ha valamilyen felületbe, mondjuk egy webes szolgáltatásba beszeretnék írni Markdown-t, akkor lehet, hogy talál az ember olyan plugin-t, extension-t, kiterjesztést, add-ont, ki minek hívja, amivel abban a rendszerben is, vagy abban a programban is a sima szöveg Markdown-ná alakul magától, mivel ez egy nagyon népszerű megoldás, mert igen hasznos. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is lehet formázott szöveget bevinni olyan helyen, ahol csak sima szöveg beírása a lehetőség. Tehát lehet látni itt például ebben a Trello kártya leírás mezőben nincsenek ikonok, tehát nem lehet azt csinálni, hogy kijelölök egy szöveget, és megnyomok valamit, és vastag lesz, hanem csak sima szöveget lehet beírni. Viszont itt van az ultra hatékony Markdown, amivel mondjuk két csillag, tehát két-két csillag közé rakott szöveg, az félkövér lesz. Tehát lehet látni, hogy mikor szerkesztettük, akkor a két-két csillagot még lehetett látni, de mikor már elmentettük, akkor a Markdown jelöléseket a Trello magától felismeri, és formázott szövegi alakítja a mi Markdown-unkat. Ugye eltűnik a Markdown, tehát eltűnik a csillagok, és megjelenik a formázott szöveg. Nézzünk egy másik példát. Például a dől betűt úgy lehet csinálni, hogy két aláhúzási jel közé rakjuk, akkor dől betű lesz. Ha mondjuk egy teendőben valami elkészül, vagy valami érvénytelen, akkor két tilde közé lehet rakni, amit az ember áthúzott betűvel szeretne írni. És ugye mindenféle eszköztár, meg szövegszerkesztő nélkül meg tudtuk mondani a számítógépnek, hogy milyen formában szeretnénk látni majd ezeket a betűket, és amikor elmondjuk, akkor rögtön olyan is lesz. Van itt egy nagyon érdekes dolog, például ha ezt a szöveget itt mellette meg szeretném mutatni, hogy hogyan is készült a Markdown, akkor ilyen backtickek közé, ami egy ilyen visszafelé dőlő ékezet, Alt-GR7-tel lehet egy magyar billentyűzeten begépelni. Ha két ilyen backtickbe rakjuk, akkor nem értelmezi a Markdown a benne lévő parancsokat, tehát a csillaggal nem csinál vastagbetűt, félkövért, hanem kiírott mindent. És ugye van még egy különbség, hogy itt a betűk szélessége az változó, minden betűnek saját szélessége van, itt viszont ilyen monospace, tehát minden betű nagyon olyan széles, tehát ha ide beírok mondjuk egy I betűt, meg egy M betűt, akkor lehet látni, hogy az I betű is olyan széles, mint az M, de mondjuk ha ide írok be egy I betűt, meg egy M betűt, akkor ott az I betű ugye sokkal keskenyebb lesz. Ezt a backtickek közé rakást, ezt kódnak, vagy valamilyen adatnak a beírására szokták használni. Tehát mutatok egy példa. Itt a jelszó, és akkor odaírjuk a jelszót. Hoppá, itt egy szó köz kimaradt, és akkor így fog kinézni. És ebből ugye könnyű ki is másolni, mert ott külön egyben van. Aztán nézzünk mondjuk listát. Ha az ember szeretne egy sima felsorolás listát csinálni, akkor kötőjellel kell kezdje a sort, rakni utána egy szó közt, és akkor fel lehet sorolni, amit szeretne. Harmadik, hopp, ide is kell egy kötőjel, és már rögtön lesz belőle egy lista is. Itt lehet beágyazott listákat csinálni, hát mondjuk két szó közt rakjunk elé, és akkor itt egy A-lista lett belőle. Ha nem sima listát szeretnénk, hanem felsorolást, akkor egy egyes számjeggyel és egy ponttal kell kezdeni a sort mindenhol,
majd megmutatom, hogy miért nem kell növelni a számot. És akkor ugye 1, 2, 3 itt lett. Na most mi van, ha én beszeretnék szúrni egy második sort, ugye a számokat írnék be, akkor át kéne számozzam az egészet. De így, hogy mindenhol egy van, így a Markdown, mikor értelmezi a Trello, akkor rendesen fogja folytatni a számozást. Ugye itt a többieknek megnőtt a sorszáma. Például lehet ide emojit is írni, ez különben nem Markdown, de egy kettős pont után elkezdem az angol nevét gépelni az emojinak, mondjuk STA-val ezek kezdődnek, akkor kiegészíti egy enter nyomásra, és mentéssel meg kapok egy kis csillag emojit. Lehet alcímeket berakni, tehát tegyük föl, itt van egy szöveg, itt van egy másik szöveg, és a kettő között szeretnénk alcímet, akkor 3-2-es kereszttel érdemes kezdeni. Van ennél nagyobb, meg kisebb alcím is, ami 1-2-3-4-5-6-2-es kereszt lehet. Az alcímnek a 3-ast érdemes használni, és akkor ebből lehet látni, hogy ebből egy alcím lett. Ugye ez nem olyan, mint a vastagbetű, mert a vastagbetű az két csillagok között van. Ugye ez itt a vastag, ez meg az alcím. No, nézzük meg például még egy nagyon-nagyon hasznos dolgot, ami két szöveg között egy jól elhatárolható vízszintes vonalatra, ez simán 3 kötőjel, tehát semmi más ne írjunk a sorba, csak a 3 kötőjelet. És akkor lehet látni, egy szép, hosszú, teljes hosszúságú kötőjel lett belőle. Lehet még Markdown-nal URL-t beírni, tehát ugye beírom azt, hogy https://google.com, akkor ugye sok rendszer ezt észrevesz, hogy ez egy URL, és kattinthatóvá teszi, tehát link lesz belőle. De ha én nem a linket szeretném kattintani, hanem egy szöveget, azt, hogy Google kereső, akkor ezt szögletes zárójelbe teszem a szöveget, és sima zárójelbe az URL-t utána. Így sem szabad a jelek közé semmit se rakni. Tehát szögletes zárójelbe a linkelendő szöveg, ami megjelenik, és az URL, az meg sima zárójelbe. És lementem, és már itt is van a linkelt szöveg. Lehet még, például itt a képnek kimásolom, képet is ugyanígy, ott plusz egy felkiáltójelet kell adni, aztán a szögletes zárójel, meg a sima zárójel, a sima zárójelben az URL, a szögletes meg az alternatív szöveg a képnek, azt akár el is lehet hagyni, és akkor megjelent az a kép, amit Markdown-ba begépeltünk. Ugye? Tehát egy felkiáltójel a kép, az azt jelenti, hogy kép fog következni, szögletes zárójelbe az alternatív szöveg, és sima zárójelbe az URL. Itt sem szabad sehova szó közt, hogy bármi egyéb jelet rakni. Hát most több dolgot ne is nézzünk meg. A Trello-nak van egy külön Markdown, egy nyilvános táblája, amit majd az URL-t berakom a videó alá, ahol itt meg lehet ezeket nézni, ugye az végeredményt is, meg a Markdown jelöléseket is be lehet rakni, ugye itt például URL-t rak egy, tehát vastag szöveget rak egy URL-be, meg ezek itt egymásba lesznek ágyazva, mindenféle listák, ezek nagyon izgalmas dolgok, ezt érdemes megkönnyelzőzni. Illetve az még nagyon fontos, hogy Markdown-t ugye nem csak Trello-ba lehet használni, hanem nagyon-nagyon sok rendszerben, mert nagyon-nagyon sok helyen ez népszerű. Például ott, ahol pici dokumentumokat írnak kód mellé, mondjuk azt, hogy például hogyan kell frissíteni bizonyos csomagokat, vagy hogyan kell használni azt a kódot, amit ír az ember, azt is mostanában mindenhol Markdown-ba írják, mert ez borzasztó hatékony, és mind olvasható a végeredménye, mind a jelek is maguk olvashatók, nincs semmilyen, tehát nem terheli a felhasználót, hanem egyszerűen csillagok, aláhúzásjelek, zárójelek, stb. Tehát egy emberbarát jelek vannak a Markdown-ban. Hát remélem, hogy sokan megkedvelik ezt, és ebbe fognak jegyzetelni. Minden jót, viszont hallásra!